104 rádió egy csak igazi mai Velünk történt magazinműsorunkat műsorunkat hallják, és régen járt már stúdiónkban a következő vendégem, Kónya István, Gyula város alpolgármestere, Serbus, üdvözöllek! A Serbus, üdvözöllek én is téged és a rádió hallgatókat! Köszönöm szépen, hogy eljöttél hozzánk, és tudunk beszélgetni egy jó kis családi piknikről, ami nem is olyan régen volt a te körzetedben. Mi volt ez pontosan, ha jól tudom, ez már hagyomány? Így van hagyomány már a negyedik alkalommal került megrendezésre a családi piknik, a körzetemben a Veselényi Tónál, a Veselényi Parkban, és azt kell, hogy mondjam, hogy minden várakozásunkat felülmúlta. Nyilván ez annak köszönhetően is, hogy ugye a pandémiás helyzet miatt nem tudtunk rendezvényeket tartani a városban. Így elmaradt a Pálinka Fesztivál, elmaradt a Végvári Napok, a Körösvölgyi Sokadalom, és az emberek ki voltak már éhezve arról, hogy tényleg egy közösségi találkozó keretében baráti társaságok jöjjenek, menjenek, főzzenek, egy jó szórakozzanak együtt egész nap, és ezért nagyon szép számmal jöttek, nagyon sokan voltak, nagyon kellemes programokat sikerült összeállítani, kicsiknek és nagyoknak, idősnek és középkorúnak egyaránt. Jó ezeket hallani, és ha jól hallottam, minden eddiginél több főzőcsapat volt, ugye? Így van, 51 főzőcsapat volt tavaly ilyenkor, szeptember 7-én volt tavaly a harmadik családi piknik, akkor 38 főzőcsapat volt, most 51. Én azt gondolom, hogy ez önmagáért beszél, ez a fajta nagyfogú várakozás, ez annak is köszönhető, hogy a korábbi évek tapasztalatai azt mutatták, hogy igenis van rá igény arra, hogy egy, egy kisebb-nagyobb közösség összejöjjön, érezzék azt, hogy fontosak, egymásnak is, fontosak a városnak, fontos az, hogy, hogy közösen meg tudják beszélni az ügyes-bajos dolgokat, és tényleg a családoké volt a főszerep, hiszen ugrálóvártól kezdve, iáz bemutatón keresztül, labdarúgó mérkőzés, gyerekhorgász hosszasan lehet sorolni, lufi hajtogatás, kézműves foglalkozás, minden volt, ami, ami tényleg igazán a családcentrikusságot hangsúlyozza, hiszen mi is egy családbarát önkormányzat vagyunk ebben egészen biztos vagyok, de egy picit kanyarodjunk vissza, mert hát furdal a kíváncsiság, hogy miket főztek a csapatok. Arra gondoltam tavaly, valamikor nyáron, amikor a harmadik pikniket szerveztem, hogy a negyedik az mindenféleképpen szezionális lesz az étel tekintetében, meg korábban Marhahús volt, vagy sertéshús, ki mit főzhetett a, a húsból, de arra gondoltam, hogy legyen egy jó kis lecsó. A lecsót is 28féleképpen, vagy 35féleképpen lehet készíteni, és arra gondoltam, hogy a segítőimmel, a támogatókkal, akik gyulai, illetve mékeréki őstermelők voltak, paprikát, paradicsomot és hagymát, ugye a lecsónak a három fő alapanyagát, gyakorlatilag összadakozásból sikerült a csapatoknak biztosítani, minden csapat kapott külön egyet -egy csomagot, ami gyakorlatilag a zöldséget tartalmazta, és mindenki azt tett bele, ami szeretett volna. Valaki darált húsos lecsót készített, valaki főt tarja, szeletekkel bolondította meg, volt, aztán volt voltak természetesen a klasszikus tojással, valaki rizssel, valaki lecsókolbásszal, valaki gyulai kispáros kolbásszal, csirkehússal, hosszasan, de hosszasan lehet sorolni. Úgyhogy valóban 51 féle ételt kellett a zsűrének megkóstolni, és a, ahogy szokták mondani, az ítéletet Meghozni. Hát nem mondom, hogy nem éheztem meg a felhozatalt halva. Ki volt a zsűriben? A zsűri elnöke Jalec Lajos úr volt, sokan ismerik, sok-sok évvel ez Gyulán a Kisködmön étteremnek volt a tulajdonos és étteremvezetője. Annak idén az ország legjobb tíz éttermébe is beválasztották a Kisködmönt. Ő most jelenleg gasztronómi és szaktanácsadó. Kis József úr volt a civil szervezetek szövetségének az elnöke Gyuláról, illetve Kovács Csaba a Kornernek a mester séf Fe, aki önmagáról csak azt mondja, hogy minden a lecsó. Úgyhogy azt gondolom, hogy igazán szakavatos zsűri volt az, aki, aki eldöntötte a helyezéseket tökéletes, hát akkor innen a stúdióból is még egyszer köszönjük a résztvevőknek, na no de térjünk rá a körzetedben lévő aktualitásokra. Lehet azt mondani, hogy folyamatosan történnek kisebb-nagyobb felújítások, karbantartások a körzetben, annak ellenére, hogy sajnos ez a, ez a járvány megmutatta, hogy mennyire sérülékenyek az önkormányzatok is, ugyanakkor nem vagyunk elkeseredve, hiszen, hiszen ilyenkor mutatkozik meg, hogy egy-egy önkormányzat mennyire életképes, mennyire kreatív. Annak ellenére, hogy valóban a fejlesztési forrásainknak, amit idén útjárda felújításra szerettünk volna fordítani, azt, azt be kellett tolni a, a védekezésbe, a nagy országos védekezésbe, értem ezen a természetesen a helyit is. Mindezek mellett most a, a kisebb, de lehet azt mondani, hogy fontos, tehát társadalmi szempontból fontos fejlesztéseket, karbantartásokat kell végrehajtanunk. Például az én körzetemben pénteken indult el egy, egy járdafelújítás, ami a, a törökzugi szolgáltató sor az óvoda és a bölcsődek között található. Nagyon sokan járnak oda, akik viszik a kisgyermeköket az óvodába, bölcsődébe vagy a szolgáltató sornál valamelyik üzlethelységbe betérnek. Sajnos az idő múlásával ezek a járdalapok kimozdultak, töredezetté váltak. Ezt most gyakorlatilag egy jó karbantartás keretében fogjuk felújítani, megújítani. Éppen a balesetveszély elkerülése véget. De ami fontos talán említésre méltó, egy pályázatot nyújtottunk be a belügyminisztériumhoz, amely pályázat értelmében ez még egy korábbi döntés, egy másfél hónappal ezelőtti döntés, amelynek értelmében a Leiningen utcán egy komoly aszfaltozást tudnánk megvalósítani, ez a Koronella Patikától egészen a belső török -zugi útig, közel 40 millió forint értékben, és ez azért rendkívül fontos, mert egyrészt nagy forgalmat bonyolít le ez a szakasz a rámerőleges út, a Cselebi út, ami közvetlenül az észak törökzögi lakótelepet köti össze, gyakorlatilag a belső résszel, buszforgalom van, naponta nyilván ott jönnek, mennek az autók, viszik az iskolába, óvodába, a, a gyerekeket, munkába mennek az emberek, több száz, tehát naponta több száz gépjármű haladott, és a pályázat keretében szeretnénk megvalósítani egy kijelölt gyalogos átkelő helyet, ami egyrészt a közlekedés biztonságot is erősíti, másrészt pedig az utcának a forgalmát is fogják kicsit tompítani, hiszen kijelölt gyalogos átkelő helyről van szó, megfelelő megvilágítással, villogó sárga fényjel figyelmeztetve az autósokat, hogy fokozottan figyeljenek. Tehát az a fajta átmenő forgalom, ami nap mint nap megmutatkozik, az valamelyest lassulni fog reményénk szerint. És ami nagyon fontos a kisgyermekes szülők, akik mindenféleképpen az óvodába, bölcsődébe viszik a gyermekeiket, sokkal biztonságosabb körülmények között tudnak átkelni az úttesten. Nagyon szépen köszönöm a polgármester úr, és akkor most rátérünk a Békés megyei önkormányzatra, hiszen ott is igen tevékenyen részt veszel, méghozzá térségi tanácsnokként, jól tudom? Így van, így van. 2019 óta térségi tanácsnokként ismételten segítem a megyei önkormányzat dolgát és feladatát. Térségi tanácsnokként nekem most elsősorban az a feladatom, hogy a folyamatban lévő terület és településfejlesztés operatív program rövidít, vagy a topos projekteket megnézem. Hogyha kell szükség szerint, akkor, akkor segítsem a polgármestereknek a, a dolgát, segítsek egy-egy folyamatot. Ez nem azt jelenti, hogy bármilyen, hogy is mondjam, gorcső alá kell vennem, vagy vennünk egy-egy projektet, de hogyha valamilyen gond, probléma esetleg felmerül, akkor, akkor ott a beszélgetésekből ez napvilágot lát. Volt már sarkadon, mékeréken, kötegyámban, vésztőn, és természetesen fogom járni a térségnek a többi települését. Van rá igény, jó látni és megtapasztalni a polgármesterek részéről is, hogy a megyei önkormányzatra tényleg úgy tekintenek, mint a területfejlesztésnek a középső szegmense, aki gyakorlatilag az elmúlt öt évben több mint 70 milliárd forintnyi pályázati pénzről döntött, ténylegesen részben, illetve, illetve nyilván segítette a akár projektmenedzsmenti munkával a folyamatokat, és jó látni azokat a megvalósult projekteket, olyan büszkeség fogja el az embert, hogy igen, ezért érdemes dolgozni, érdemes sokszor komoly konfliktusokat felvállalni, mert egy-egy fejlesztés milyen hatással van mondjuk egy település szerkezetre az ott élőknek a hangulatára, és azért tényleg szívet melengető, amikor azt mondják az embernek, hogy köszönöm ritka azért ez a közéletben, amikor megköszönik az embernek a munkáját. Mi mindig megköszönjük a munkátokat, és folyamatosan figyelemmel is követjük azt. Kollégámmal legutóbb, ha jól tudom, mékeréken találkoztatok egy óvoda avatón, ha minden igaz. Igen, a Varáskert nevet vette föl a, a, román nemzetiségi óvoda, és tényleg nagyon jó volt érzés megélni. Nem csak az óvodásoknak a, a műsorát, hanem azt, hogy egy, egy közösség, egy nemzetiségű közösség nem mennyire fontos az identitás megőrzése, a hagyományoknak a tisztelete, ápolása, továbbadása, és milyen jó érzés megtapasztalni, hogy a helyi románság beleépülve természetesen a, a, mi békis megyei nemzetiségi kultúránkba milyen színes produktummal tudják gyakorlatilag még érdekesebbé tenni, még színesebbé tenni az egész békis megyei közössé életünket, és jó megtapasztalni azt a közösségi erőt. Főleg ilyen kis településekre érdemes elmenni ilyen alkalmakra, amikor, amikor akár, akár százan is összejönnek és együtt örülnek a közös sikernek. Alpolgármester úr, tanácsnok úr, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál nálam, és hogy, hogy, tudtunk beszélgetni. További jó munkát és jó egészséget kívánok. Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget, és minden jót kívánok valamennyi békés megyei lakosnak is természetesen nektek is. Nagyon szépen köszönöm. Kónya Istvánnal, Gyula város alpolgármesterével beszélgettem magazin műsorunkban a velünk történtben. Maradjanak, hamarosan folytatjuk.